A srácok újra itt vannak. Ők már készen állnak. Vagy ülnek. Te készen állsz az intróra? Hát jó. Indul az Őrültek, Magyarország legforróbb techbulvár műsora. Tálas Péter Csongorral és mátégerivel. Gerivel. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems, a jövő technológiái. Hello drága Őrültek hallgatók, itt vagyunk újra. Itt van egy újabb hét, és itt van újra Geri is. Hello, sziasztok! <laughs> Hello, Geri! A helyzet az, hogy Frigyes most nincs itt velünk, azért van az, hogy itt most előttem egyre több technika van, úgyhogy megpróbálok nem elveszni az egerek és billentyűzetek tengerében, de a helyzet az, hogy ő most így, hát távol van, jövő héten jön. Igen, Üdvözletét küldi mindenkinek. Igen, a, a Super Bowl eredménye kicsit <laughs> <Gondoltam>. depressziósá tette. <laughs> Annyira tudtam amúgy, hogy fel fogod ezt hozni. Hát <laughs> lehet, hogy egy hétig nem látjuk majd. Érti, érti, aki érti. Igen. Ö, illetve hát rosszul mondtam, hogy a jövő héten jön, mert a héten is találkozhatok már velünk. Bizony. Még egyszer. Nem itt, és nem így, ahogy most. Ö, de ha az adás végéig itt maradtok velünk, akkor meg tudjátok, hogy pontosan miről van szó. Most viszont vágjunk bele a komment szekciónkba, mert hogy az természetesen maradt, Ö, ugye van egy pici változás a, az adás adásmenetünkben. A komment szekciót pedig már most szeretnénk azzal kezdeni mert hogy írtak nekünk a srácok, és ezért így, hogy a Solve Electric csapatának egy óriási pacsia, valaki ugye emlékszik, vagy remélem, hogy nagyon sokan emlékeztek, hogy beszámoltunk egy csodás kis levegő fertőtlenítő eszközről, nem levegő tisztító, levegő fertőtlenítő, ezt nagyon megtanultam. Fontos. Igen. És ugye ez volt szerencsénk itt egy hétig tesztelni, és hát voltak olyan drágák, hogy azt gondolták, hogy nekünk az jó lesz, hogyha az irodát gyakrabban fertőtlenítjük. úgyhogy köszönjük szépen nekik, hogy maradhatott az eszköz és azóta is használjuk. Ö, igyekszünk minél fertőtlenebb környezetben dolgozni. Ezt így kell mondani helyesen. Ö, szerintem igen. Vagy szerintem fertőtlenítettebb nem, környezet? Fe, fertőtlenebb talán, az az. az igen. Kevésbé fertőzőbb. Tiszta a levegő. Nagyon sokféle igen, verzió ez, van rá. Ez de a, tiszta a levegő, az a legjobb. Igen, igen. Ümm, illetve a másik fontos komment, amely már is az első témánk lesz, az balástól érkezett meg. Egyébként hozzá kell tegyem, és itt most szeretném egy adósságomat törleszteni múlt hétről, mert hogy rám írt a múlt heti adás után balás külön, privátban, hogy a, a múlt heti egyik témánkat egyébként ő is elküldte, csak én pont nem az ő nevét olvastam be. Úgyhogy Balázs, bocsi, most a te neved olvasom be. Egyébként ezt a témát is többen küldtétek nekünk, az, a, az az érdekes, úgyhogy nem tudom, hogy most már lehet, hogy ilyen valamiféle összhang kezd kialakulni a hallgatók és köztünk, de hogy tök sokan gondoltok olyan témára, amit mi szívesen dolgozunk föl. Köszi. És akkor bele is csaphatunk szerintem. Hiszen az elektromos autók világába próbálunk most kalauzolni mindenkit egy picit. Olyan. Ha várjunk, akkor ez az a téma, amit, amit Balázs is hozott. Igen, igen, igen. igen. Ja. És akkor gondoltam, azt nem vezetem föl külön, hanem. Ja. Erről ezt írta a Balázs meg nekünk többek között. A Tesla egy pici összetűzésbe keveredett, sőt nem is picibe, az amerikai közlekedés biztonsági főigazgatósággal. Na, ezt hogy fogjuk innen törövidíteni? Oh, ahogy oda van írva, NHTSA. De hát akkor amerikai, akkor NHTSA, nem? Mert de, hát, de tudom. Akkor, és akkor van tudom. ilyen magyarul, hogy NHTSA? Nincs. <gül> szóval, <gül> akkor, na várjál, megfejtem. Ha amerikai közlekedésbiztonsági biztonsági főigazgatóság, akkor AKF. Akkor AKF, igen, az nem. Vagy lehet, hogy AKBFI, vagy AKBF. <laughs> jó Isten. Ja, Akár lehet, a magyar rövidítésekben az a legviccesebb, <laughs> hogy van, amelyiknek semmi értelme nincsen. <gül> <Igen>. <gül> Szóval a közlekedés biztonsági hatósága, inkább kimondom. Igen. Az összetűzés pedig abból adódott, hogy kisebb fajta húzavona után 134.951 Model Est és Model X-et hív vissza meghibásodott kiezők miatt a Tesla. És ezáltal ez a cég eddigi legnagyobb ilyen akciója. Tehát még egyszer elmondom, 134.951, tehát majdnem 135.000 autót hívnak vissza, amiatt, mert a mögöttünk is látható, érintő kijelzővel valami nem oké. Igen, ebben a, ez a kijelző, ez tartalmaz egy olyan memória alkatrész tulajdonképpen, ami hát nagyjából az autó élettartamának a feléig, az 5-6 évig, mármint hogy a becsült élettartamának feléig ö, bírja, és hát. Ö, hát sőt, bocsánat, hogy itt félbeszakítalak, a közlekedés biztonsági ö, főigazgatóság által ö, jónak meghatározott évek feléig. Tehát, mert ők azt mondják, hogy minimum a, hogy 12 évig kéne, hogy bírja egy ilyen autó. Igen. Mármint hogy addig, addig a. Szóval. Ö, szinkronba kéne hozni azt a hatóság szerint, hogy ugyanaddig legyen jó az alkatrész, ameddig Igen. jó az autó is. És ö, számos olyan érvet is felvetettek, hogy, hogy ez miért lenne hasznos, de még előtte azért azt mondjuk el, hogy, hogy eleve ezzel kalkulált a Tesla, hogy 5-6 évig lesznek majd jók ezek a cuccok, ami ami egyébként én szerintem botrányos. hogy Hát az! Hogy, hát hogy, hát hogy ez micsoda? Mi ezernyi dollárokat, vagy forint milliókat elköltesz egy ilyen, egy ilyen kis autóra, és aztán fogja magát egy ekkora pici alkatrész, és egyébként, hogyha jól sejtem, akkor ez a kijelző viszont tehát nem olyan eszköz, ami mellette így, mármint, hogy ami nélkül te így tudnád nagyon használni a Nem, mert hát, nem, mert hát ez kifejezetten abszolút. szükséges ahhoz, hogy, é, persze, hogy, hogy, te persze. a hétköznapokban tudjál járni kellni vele. Hogy nem, és... meg a hétvégéken is. Igen, és, és hogy, hogy ezt teszi lehetetlenné Igen. az, hogy ez a kis picike, kis alkatrész, ez tönkre megy. Na most, ezt mi, én ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, csak hogy mindenkinek a fejében tiszta legyen, hogy hogy miért vagyunk ennyire kiakadva, meg miért nem csak mi, hanem hogy így a félvilág miért van ezen kiakadva. A Tesla összerakott egy olyan autót, hogy az agyunk megáll, De tényleg, nagyon sok mindez. Nagyon sok szempontból. Nyilván most itt ebbe a vitába nem menjünk bele, bár ha akartok nyugodtan a komment szekcióban ezt e, intézzétek így magatok között, hogy kinek tetszik az elektromos autózás, meg kinek nem. Ami a lényeg, hogy összeraktak egy autót, megbecsülték, hogy mondjuk 10-12 évig azért a, a legtöbb alkatrész bírja. Nyilván bizonyos karbantartás mellett, de ne veszünk el a részletekben. Beleépítettek a kijelzőbe egy olyan alkatrészt, amiről ők tudták, hogy 5-6 év múlva tönkre fog menni. És hát szóval ez, ez nekem nem fér bele a fejembe, hogy, hogy hogy tudták meglépni azt, hogy van egy autó, ami felteltően ö, minden esét megad arra, hogy 10-12 évig is akár használja a tulajdonosa, és beleépítenek egy olyan kis szart, már bocsánat, amiről viszont tudja a gyártó, hogy 5-6 év múlva ez tönkre fog menni. És ezzel a kisebbik baj lenne abban az esetben, hogy ezt te, mint a Tesla tulajdonosa, valahogyan mondjuk ellenőrizni tudod, vagy fel tudsz rá készülni, hogy ha ez tönkre megy, akkor igen, remélhetőleg ez egy héten belül fog tönkre menni, vagy nem remélhetőleg, várhatóan, és akkor én elviszem a szervizbe, mint ahogyan látod, hogy mikor fog kifogyni az üzemanyag, vagy mikor lesz esedékes a következő olajcsere, Meg vagy mit tudom vannak én. Vannak is ilyen eszközök, tehát például Persze. a, a szénmonoxid jelző arra rá van írva, hogy hogy beüzemeléstől kezdve nem tudom hány évig. Ez eddig jó, lehet igen. Osználni. De hogy alapvetően. Oké, okay, hogy a Tesla ezt tudja, hogy 5-6 évig jó, de ezt senki nyilván nem kommunikálták. Hát azt, hogy igen, igen, az a gáz, hogy erről senki nem tudja. És a tulajdonosoknak úgy ment tönkre az autójuk, hogy hogy ők erre nem tud, nem számíthattak, és nem is tudták, hogy mi a probléma pontosan. Ráadásul, hogy ha valaki esetleg még nem látott így belülről a Teslát, egyébként van egy, van, sőt most nem is, egy több epizódunk, ahol nekünk is volt szerencsénk Tesla-ba ölni, úgyhogy keresétek vissza YouTube-on, ha látni szeretnétek. Ugye egész egyszerűen a, a Tesla-ban a legtöbb dolgot azt a, azon a bizonyos középső érintőkijelzős panelen tudod intézni az autóállapotával kapcsolatos. A klíma, a rádió, mindenféle multimédia, különböző beállítások, hogy milyen vezetési módban van az autó, meg még most sorolhatnám estig. Ezen kívül van néhány gomb a kormányon, meg két bajusz kapcsoló, sőt, a, vagy csak egy bajusz kapcsoló? Na ebben most nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy nem sok gomb van az autóban kb. a kijelzőröke mindent intézni, és ha az tönkre megy, akkor nagyjából ott vagy meglőve, hogy még azt se tudod, hogy mennyivel mész, ha mész. Azt se tudom, egyáltalán, amúgy fölmerül bennem a kérdés, ha tönkre megy a kijelző, akkor elindul -e egyáltalán újra az autó. Ez egy jó kérdés. Én erről nem találtam információt, viszont az biztos, hogy, hogy amit említettél, az kifejezetten szerepelt is a hatóságnak az érvelésében, hogy, hogy, hogy nem annyira tisztességes eljárás az, hogy a, a kocsi tulajdonosok még csak nem is ellenőrizhetik ennek az eszköznek az állapotát, meg hogy ö, ö, ennek a pici alkatrésznek a, az, a, az élettartoma befolyásolja az autó értékét is tulajdonképpen, és ö, emiatt... Nagyon szépen fogalmaztak, hogy alássák a fenntartható közlekedésbe vetett hitet. Pontosan, pontosan ezt akartam mondani. És ö, ja, most azt csinálta a Tesla, hogy nem az egész kijelzőt, hanem csak ezt a flash memóriát cseréli ki, a 130 4951 Tesla-ban. Hm? Na most képzeld már el, mennyire boldog lehetsz, nem? Vetél egy Teslát, és hogyha mondjuk ez 5-6 éves az autód, és emiatt ment tönkre, akkor feltétlenül így azért a Tesla közönségből te azért így az élen jártál. Tehát, hogy neked így az első Teslák voltak, ami a tiéd. És azt mondják, hogy hát haver, ezt most be kéne vigyed egy szervizbe, mert hát az van, hogy így tudtuk, hogy ez tönkre fog menni, és ez eljött, ez a pillanat. Mert az, hogy tönkre megy valami, úgy, hogy én arról nem tehetek, és a gyártó se tehet, hát ilyen van. Hát Ezzel tudni általában kell. Általában a minél több mozgó alkatrész van egy Tár, használati tárgyban, annál nagyobb valószínűség lesz be és következik. Igen, hozzá kell tegyem, hogy az elektromos autók ilyen szempontból sokkal előnyösebb mondjuk egy előnyösebbek a, a benzin vagy ö, dízel üzemű autóknál, hiszen sokkal kevesebb olyan rész van, ami a kopás miatt ugye meghibásodhat, ö, meg sokkal kevesebb általában a szervizköltség, stb. stb. De hogy, de hogy ilyen hülyeség miatt kell visszavigye 134.951 autósnak az autóját, mert, mert a Tesla tudta, hogy ez tönkre fog menni, csak így vártak. Hát ja. Hát ez borzalom. Ja, borzalom. És bennem még az is felmerül egyébként, hogy, hogy például például ez csak mondjuk a korábbi szériákra vonatkozik, vagy az újabb autóknál is ö, lehet számítani ezekre a, hát a kibásodásokra? Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mondjuk így a mai napig így gyártják az autókat? Ja, vagy ö, lehet, hogy ugyanaz van, mint az Apple-nél, hogyha emlékszel rá, néhány hónappal ezelőtt ö, volt nálunk is hír az, hogy, ö, hogy a megbukoknak a kijelzőjét ö, azokat kicserélik, bizonyos pénzeszegért cserébe, de csak azért, mert rá, rá egyet a, a kezükre, hogy, hogy hello, azért ezzel valamit kezdeni kéne, Igen. mert hogy a kábel nem volt eléggé hosszú, hogy, hogy ö, ö, eléggé hosszú ideig tudják használni ezt a kis cuccot. Szóval lehet, hogy már évek óta változtattak -e e, e, ezen, a, a, ezen az eszközön, vagy legalábbis fejlesztettek, de az 130 valahány ezer autót vissza kellett hívni, hát ez eléggé cink. Ez eléggé gáz. És nyilván ennek a hírnek kapcsán nekem eszembe jut az, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem, tényleg nem lesz hülyeség, hogyha bevezetik. Nem csak azt hiszem Franciaországban volt ez először hír nálunk is, hogy, hogy bizonyos eszközökre kötelező legyen ráírni, hogy mennyi a várható élettartam akár elektronikai eszközökre, vagy, vagy, bármi hasonló dologra. Nyilván egy autóra nehezen idod rá, hogy mennyi a várható élettartam, mert hát ez függ attól, hogy hogy használod, mennyit használod, mikor használod, stb. Tehát, hogy... Hát meg ő rengeteg alkatrész van, tehát hogy ö, én szerintem... Ez, ez, nem egy, nem egy én szerintem, amit így, így, Igen, hogy szerintem a, a, amit így a hétköznapi használatban ember milliók használnak, az autók a legbonyolultabb használati tárgyak. Azt gondolod? Igen nehezen tudom elképzelni. Jó, mondjuk lehet, hogy ha valaki ilyen nagyon parti akkor jaj, hát az emberi, hogy az biztos, hogy összetettebb. de... Na jó, értem, persze, ja, persze. De, de az a... Nem ismer a buszok. Ja. De, hogy, hogy, az autó biztos, hogy a legesleg összetettebb rendszerek között van, és ez azzal jár, hogy meghibásodnak, és a Tesla hozzávetette, hogy, hogy azért uh, eléggé speciális igénybevételnek vannak kivéve, kitéve ezek a memóriák, mert... Uh, mert... Hát folyamatosan rászkódnak, hideg, melegéri őket. Nyilván egy nap, hogyha nem, nem tudom, hogy, hogy egy átlag Tesla felhasználó, biztosan erre átlaguk amúgy, hogy hány kapcsolja be, indítja be, de nem indítja be, mert bekapcsolja az autóját. Ez nem tudom, milyen mm -hmm. jó szó, hányszor ül bele, száll ki belőle, hányszor kapcsol hát ki be a kijelző. Szóval ezek nyilván olyan igénybevételek, ami nem hasonlítható egy mondjuk olyan kijelzőhöz, mint ami itt van előttünk, mint egy tévé vagy, vagy egy laptop kijelző. Hozzáteszem, ilyen szempontból a Tesla is magára vethet, hogy mi mindent erre a bazinagy kijelzőre pakolnak rá, és miért erre mentek rá? De hát uh, nyilván arra egyébként is számíthat Musk, akár hogy most a vadi új teszlákban eladja magát az, hogy 3-at is játszhat. Egyébként, egyébként én szerintem ez marha jó döntés, hogy egy ilyen kijelzőt használnak, mert uh, UI szempontból sokkal nagyobb uh, teret ad a különféle funkcióknak a létrehozásához, mint a klasszikus uh, dashboard. Vagy nem tudom, hogy magyarul, hogy hívják lehet, hogy csak én vagyok ilyen Ozze ilyen balfácán, de most a dashboardnak a magyar megfelel nem jut eszembe, bocs. A műszerfalra A Műszerfal, gond... igen, 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 igen. igen, igen. igen, igen, igen. Ö, neked nincs öksid. Nincs. Ö, épp ezért felhívnám a figyelmedet arra az apró dologra, hogy. Ö... Bár Teslát még én sem vezettem. De ülni ültem már benne, meg nyilván tájékozódom így a világban, és nagyon sokfajta véleményt hallottam már én is Teslákkal kapcsolatban. Ö, van most ugye itt a Model S-ekről, meg Model X-ekről van szó, ahol egyébként ö, van előtted, tehát a, a, kormány mögött a klasszik műszerfal helyén is egy valamiféle kijelző, és emellett ott a közép részen van ez a bazinagy nagy tablet, vagy, vagy az már lassan kisebb tévé, vagy én nem tudom, micsoda, amit oda ahol meg minden más tudsz, navi, meg egyebeket tudod intézni. De például a Model 3-asokban, ott nincsen a, a kormány túloldalán, nincsen semmiféle kijelző, ott egy kijelző van az egész autóban, ott középen, és mindent ott ír. Uh -huh. Tehát, ha, te csak meg, tehát ha, ha csak le akarsz pillantani, hogy éppen mennyivel mész, Azt vagy is hogy ott fogod látni? Mindent. És ez borzalmasan zavaró lehet. Én leg, engem legalábbis személy szerint biztosan nagyon zavarna. nyilván én is hozzászoktam, hogy az én autómban is a kormány mögött van egy klasszikus műszerfal engem borzasztóan zavarna. Hozzáteszem akkor, hogy ne csak a Teslára mondjam ezt, a, ha jól tudom, biztos van még egy csomó autó, vagy nem biztos, de például ami szintén ilyen klasszik, a mini cooperekben nagyon sokban van a, 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 az óracsoport középen. Uh -huh. És engem borzalmasan idegesítene, hogyha nem csak így lefele kellene pillantanom, hanem le és oldalra. Hozzáteszem, nem csak idegesítene, sokkal balesetveszélyesebb is úgy vezetni, hogy nem, nem tudom, 0,2 másodperc lepillantanod, hogy mennyivel mész, hanem, hanem háromszor annyi, amíg megkeresed a szemeddel azon a bazinak kijelző, hogy mennyivel mész, és aztán visszanézel az útra. Egyébként a Mini Cooper az szerintem pont speciális eset, mert hogy az ugye brit gyártmány, ott baloldali vezetés van, tehát... Hát de ott akkor is középen jobb. van. Hát igen, de hogy, 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 éppen ez az, hogy, hogy a, az ilyen a műszerfal tervezést nem bonyolították azzal, hogy akkor legyen ilyen oldali, meg olyan oldali, hanem betesszük középre, az kész. Én ezt, ezt, ezt tudom elképzelni. Hát jó, de ez, ez, nagyon, ez nagyon béna indok lenne. Hát béna, mert ahogy mini is, egy béna autó, már bocs. Na. Nekem én... nem tetszik. Jó, én nem mondtam, hogy béna autó, én csak azt mondtam, hogy ez szerintem fura ez, hogy itt középen van. Fura. Egyébként, hogyha, hogyha tényleg igazi ilyen futurisztikus cuccot kellene csinálni, akkor szerintem az kellene, hogy, a, hogy ilyen hood szerű kinézet, tudod, mint a játékokban, hogy látod mondjuk a HP-t, meg a, a, az ilyen manát, meg lőszert, meg mindent így a magad előtt, azt kéne megcsinálni, hogy a szélvédőn Ilyen hologramként jelenjenek meg az De információk. De van ilyen. Hát nem hologram, head-up display-nek hívják az autókban. Tudom... Geri, Gerit egy kicsit felhozom. Minden, nap, az minden nap lehet valamit tanulni. <laughs> Igen, gyakorlatilag úgy működik, hogy a, a kormány előtt van egy kijelző, ami az ablaküvegre vetít föl, és hogyha te kinézel az ablaküvegen így az útra, olyan, mintha előtted az úton lennének ott az információk. Na, ezt, e, nekem ez tűnik a legesleg praktikusabbnak. Ezt akartam mondani, hogy egyébként zseniális. Lehet, hogy azért nem láttam még ilyet, mert ezt csak az látja, aki vezet. Na, hát akkor, akkor nagy valószínűséged, igen. <laughs> Na jó, oké. Okay. Viszont, ha már a tesláknál tartunk, ugye nyilván most már annak is, és a kijelzőknél, annak is óriási, hát nem tudom, hogy plusz értéke van az adásnál, de szerintem igen, hogy annyi mindent lehet már azon a középső konzolon csinálni, hogy az ami elképesztő, a, olyan alkalmazás lista van benne, hogy szerintem a telefonon megirigyelni, és a többek között például a Spotify, az most már micsoda egy olyan... átkötés, Ugye, átkötés. Ugye ez, ez volt a cél. A Spotify egy olyan ö, platform, ami most már nem csak a Tesla-kban, de ott is, hanem rengeteg autóban is működik, meg hát nyilván a telefonokon. És épp ezért a Spotify lesz a következő témánk, ö, akik valami olyasmit próbálnak összehozni, és ez ö, egyelőre ez mind feltételezés, ami most érkezik, félig meddig... Ö vagy hát nagyon, próbálkozás? Nagyon, nagyon sok feltételezés maradt fönn, de az tény, hogy a Spotify beadott egy olyan szabványt, aminek az a lényege, hogy ők szeretnék a mi hangulatunkat trekkelni és az alapján ö, zenéket ajánlani. Ami én szerintem eléggé, azért, azért eléggé vad elképzelés a hangulatunk alapján zenét ajánlani. De hogy mit akar ehhez felhasználni, föl, az a legdurvább. Szerintem, hogy a saját hangunkat na, akarja na, meghallgatni. Na. Na, szóval. ez, ez az első probléma, ami így, így, wow, tokkal együtt az ajtót ránk rúgják. Igen, kezdjük a legelején, és, és pont itt akartam én is kezdeni, hogy oké, okay, hogy a Spotify majd a hangulatunknak megfelelő zenét ajánlja, mert az, hogy milyen hangulathoz milyen zene passzolhat, ez, ez villám gyorsan és nagyon könnyen leírható. Erre vannak kutatások egyébként, hogy bizonyos hangzásvilágok milyen hangulatot keltetnek az emberekben. Nyilván ennek van egy ilyen nagyon szubjektív oldala is, erre majd mindjárt kitérünk, de hogy egyáltalán honnan fogja tudni a telefonom, vagy az autóm, vagy a bármim, hogy nekem milyen a kedvem. Hát... Mert hogyha azt mondja, hogy mondjuk a laptopon fogja tudni abból, hogy rám néz a kamerán keresztül, és akkor az arc mimikám alapján megmondja, nekem az is fura lenne, de nem. Nem, nem. Ennél sokkal durvábbat mondtak. Azt mondták, hogy meghallgatja a hangodat, és az alapján, hogy neked milyen a hanglejtésed, meg mit mondasz, vagy hogyan mondod, szerintem ez összefügg, ő megpróbálja kitalálni, és a tervek szerint el tudja majd különíteni a boldogságot, az ingerültséget, a szomorúságot, illetve a közömbös hangulatot is. Nekem van egy kis problémám már. Most abból, ahogy én be ezt elmondtam. Az azon kívül, amit az előbb megfogalmaztunk, hogy ez ez azért eléggé necces, hogy, hogy, hogy egy tech cég kinyilvánítja, hogy ő meg akarja hallgatni azt, hogy, hogy te éppen mit beszélsz. Le akar meg, hallgatni. Le akar hallgatni. Ezt ők kimondták. Ez ők ezt kimondták. Igen. Egyébként pacsi, hogy végre valaki ez, ezt bevállalja. <laughs> Tehát, hogy itt volt az ideje. Mert hogy sokan megcsinálják csak... hogy, hogy, ezt valaki bevállalja. Csak az a baj, hogy, hogy lesz még tíz ilyen tech cég, aki majd ugyanezt fogja mondani, hogy ja, amúgy mi is szeretnénk, és akkor... Ja, csak a hangulat miatt. Ja, felsorolnak még, vagy vagy ö, tíz, ö, tíz olyan funkciót, amit ez, ezzel tudsz majd működtetni, és akkor hát ja, az meg, hogy, hogy, hogy még milyen egyéb információkat tudnak meg rólad, az meg majd, hát aláírtad az ASF-et, hát akkor most... Igen, igen. Mit e vinnyálsz? Felolvasom itt most ezt a következő mondatot. Jó. Csak hallgass meg a hangomat, jó? jó? Figyelj, figyelj. De nagyon figyelj. Jó. A rendszer a Spotify elképzelése szerint képes lenne megkülönböztetni a boldogságot, az ingerült, a szomorú, illetve a közömbös hangulatot is. Most abból, ahogy ezt felolvastam, szerinted milyen a hangulatom? Ö, szerintem hát boldogabb inkább, mint nem. <laughs> jó, akkor másik kérdezem, milyen zenét dobnál erre? Milyen zenét? Nem tudom. Ezt van, így, mi? te vagy a Spotify, te vagy a telefonom, meghallod, ahogy én ezt felolvasom, és most itt beszélgetünk, és azt mondom, hogy hopp, hangulatunknak megfelelő zenét kérek most. Hát valami patkány darát. A kedvenc zenei <laughs> Igen. Igen, ezt a, valaki esetleg még én ilyen elektronikus zene párti vagyok, és ö, ez a csodálatos kifejezés. Nem tudom, hogy honnan, szerintem még egyetemi éveinkből maradt vissza, egy patkány Igen, bocsánat. Ja. Elnézést mindenkit. Erre tényleg, tehát ilyen valami veretős elektronikus zenét dobnál. De miért? Most hozzáteszem, nem esne jól a lelkemnek. Tehát most, most éppen nem. Na, hát akkor ennyi. <laughs> tehát nem vagyok olyan tökéletes, mint a Spotify várható algoritmusa, mert az ugyan még nem derült ki, hogy egyetlen kész van -e ez a ez a funkció, illetve hogy mikor lehet majd igénybe venni. Az egyetlen, amit tudunk, hogy 2018 óta dolgoznak a technológia megvalósításán. Pontosabban akkor határozták el, hogy ezt meg kell valósítani. Igen. Hogy azóta hol tartanak benne? Hát a dokumentációja van, a dokumentációja készült el, amit ugye a szabadalmi hivatalnak adtak be, hogyha jól tudom. Igen. Most azért előveszem gyorsan a telefonomat, hiszen jól emlékszem, akkor mint amit itt most az előbb felsoroltam, ez sokkal többféleképpen lehet hangulat, mert ugye most is lehet hangulatok alapján keresni. A Spotify-on van itt egy ilyen, hogy hangulat. Ö, és itt az előbb felsorolt néhányon felül, azért itt most már pörgetem egy ideje a Spotify-t, és a, hát nem tudom, nem tudom felsorolni sem, meg megkülönböztetni se, hogy most éppen milyen hangulat Mire végig tekerem, elbizonytalanodom, hogy milyen a hangulatom egyáltalán. Igen, és... Figyelj, a kedvencem, ez most csak így meg a szemem rajta. Almost home. a majdnem otthon hangulat az milyen? Ezt hát valaki magyarázza. Olyan amikor, olyan, amikor ö, mondjuk ránézel az órára, látod, hogy ö, 15 perc van még a munkaidődből, és akkor hoppá, hát akkor egy kis zenével hangolódsz arra, hogy Igen. éppen hazaindulsz. Vannak ilyenek, hogy, hogy szed gitár, meg winter sounds, meg smooth morning, meg. Ö, 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 van itt ilyen egészen ingyenc is, hogy sand between my toes. Ó, ez <laughs> nagyon nagyon specifikus. Homok a lába, kö, lábujjak ezt? Szóval, hogy nagyon-nagyon sokféle hangulat van, nem tudom, hogy ez alapján tud-e válogatni. Na de akkor bonyolítsuk ezt még egy picit szerintem, mert fogadjuk el, hogy valahogy az algoritmus meg tudja határozni a hangulatomat. Honnan fogja -e tudni azt, hogy én pontosan milyen zenét szeretnék most hallgatni? Mert hogy mondhatnánk azt, és azt tippelném, hogy az lesz az első válaszod, hogy hát tudja, hogy milyen zenéket hallgatok de én nagyon sok félét hallgatok, hogy azok közül éppen melyikre vágyom, szóval onnan fogja tudni. Ö, ezen én is gondolkoztam, amit így, hát ilyen mindenféle világtapasztalatom alapján, ö, amire én tudok gondolni, az az, hogy, hogy már alapból egy ilyen megelőző fázisa lesz ennek a tucnak. Amikor figyeli... te föl, fölmérik az, hogy, uh -huh. hogy milyen hangulatodhoz, milyen zenéket tud rendelni az algoritmus. Uh -huh. És uh -huh. akkor ebből fog majd kiindulni akkor, amikor elkezdi a, a cuccot, közben meg lehet, hogy tudsz valamilyen feedbacket adni, mint ahogy most is a te személyes playlistjeiddel kapcsolatban tudsz azt valamilyen, valamilyen feedbacket adni. Én nagyon remélem ezek alapján, hogy akkor nem 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 szavakat fog figyelni, meg mondatokat, meg hogy mit mondok, hanem azt, hogy hogyan mondom. Mert nyilván mérgesen, meg vidáman is mondok ugyanolyan szavakat, csak más hangsúlyjal. Vagy hát akkor ezek szerint kell, hogy figyelembe vegye azt, hogy milyen hangsúlyjal mondom én ezt az adott dolgot. Egyelőre nekem ez. <coughs> valószínűleg tartott a technika, hogy ez megvalósuljon, de egyelőre. Én nem érzem azt, hogy ez tudna úgy működni, ahogyan azt én tényleg szeretem. Val valamiért én azt érzem, hogy a, a, a zenehallgatás ez egy annyira szubjektív dolog, és annyira, annyira tényleg ízlés dolga az, hogy az ember melyik pillanatában milyen zenét hallgat. Sőt, hozzáteszem, én nagyon sokszor járok úgy, hogy kigondolom, hogy milyen zenét szeretnék hallgatni, majd mikor elkezdem hallgatni, jövök rá, hogy nem-nem, inkább másikat. Szóval, hogy Érted? Lehet, hogy ja. még én magam sem tudom, hogy milyen zenét akarok igazán hallgatni. Hát igen, de... Vagy csak én vagyok de... ilyen finyás de... zeneügyileg? Nem, amúgy velem nagyon sokszor fordul elő, azt, hogy azt sem tudom, hogy mit hallgassak. Csak így tök jó lenne valamit hallgatni, és akkor így, így, így elgondolkozok azon, hogy hú, basszus, hát valamit csak be kéne nyomni. De, mm. de aztán nem jövök rá. És, és, ö... és akkor mit csinálsz? Ilyenkor, hát megnézem a déli mix <laughs> hogy, hogy éppen mi akad köztük. Aha. Egyébként, és ez a fantasztikus a Spotify-ban szerintem, amit mondtál, hogy a zenehallgatás az tök szubjektív, viszont az, hogy, hogy ezt bizonyos szinten algoritmusként tudják értelmezni a Spotify-nál, és releváns ö, zeneszámokat tudnak neked javasolni, ez szerintem világklasszis. Tehát, hogy ez ez tényleg nagyon-nagyon durva. Valóban, valóban. Ö, én nagyon-nagyon őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy összejönne nekik, és persze, hogyha összejön, akkor azonnal tesztelni fogjuk a funkciót. Mondom, én, nekem egyelőre ez még nagyon az kifi, Hogy ez, hogy ez tényleg úgy működjön, hogy én azt mondjam, hogy én rábízom magam egész napra a Spotify-ra. Adjon el amit akarok. Te amúgy ö, engedélyeznéd ezt a funkciót, hogyha így megkérdezné a Spotify egyet? Kipróbálni, met? kipróbálni mindenképpen. Kipróbálnám. Ö, az a furcsa, hogy na most nyilván abból kifolyólag is, hogy hogy rádióban dolgozom, uh, rengetegféle zenével találkozom. És, uh, és valahogy nekem a, a zenehallgatás az egy ilyen. Hm, igazából a is, tudom, de ez egy ilyen furcsa állapot, hogy ha, ha valami csak kell, hogy szóljon a háttérben, akkor szinte mindegy, hogy mi szól a háttérben, és, és olyankor csinálhat az algoritmus, amit akar, mert. Mert igazából nem, nem ez lesz a, a mérvadó. Ha viszont mérvadó, hogy mi szól, akkor nagyon az. És akkor nagyon-nagyon akkor megválogatom, hogy hogy miket hallgatok, mikor, miért, hogyan, mennyi ideig, stb. Most ez lehet, hogy tényleg, ez már lehet ilyen pervez dolognak hangzik, hogy én ennyire, ennyire rá vagyok torzulva, hogy mikor, mit, hogy hallgassak, de de, tehát, hogyha éppen nem dolgozom, és mivel egy Csom, ugye zenék, zenék között dolgozom, vagy hát nem tudom hogy Ezért, hogyha éppen nem dolgozom, akkor, akkor általában így nagyon csapongó az, amit uh -huh. hallgatok. Uh -huh. Szóval nincs az, hogy van ja. három-négy kedvenc együttesem, és akkor őket hallgatom, hanem teljesen csapongó ja, vissza ja, ja. Hát, ö, ami nekem fönnmarad továbbra is ilyen nagy kérdésként, hogy ö, mi van akkor, hogyha valaki tényleg nagyon szomorú, de, de ö, nem, 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 nem úgy szomorú, hogy, hogy, mit tudom én, valami tényleg nagyon durva dolog történt vele, hanem mondjuk izé, kicsit rosszabb napja volt, uh -huh. mert lecsapta a trolibusz, amikor elhúzott mellette a tócsába, vagy valami ilyesmi, és elcseszte a napját, hogy akkor azt akarjuk belé csújkani, hogy már pedig te szomorú vagy, hallgassál szomorú zenét, vagy... Igen, ez, ez bennem is felmerült nagy kérdésként, hogyha valaki szomorú, akkor szomorú zenét ajánl neki, a spotify vagy hogy hogy legyél már vidám. Sőt, ez van valószínűleg emberfüggő. Hogyha te szomorú vagy, te szomorú zenét hallgatsz amúgy? Én nem. Én akkor akkor ilyen feszkó levezető zenéket szoktam ilyen mindenféle... De az az ideges, az más. Nem. Mindenféle ilyen gitáros izéket szoktam, ja. Ja, ja, ja. Azt hiszem, hogy most az idegességet mondod. Ha szomorú vagy, akkor is ilyen feszkó levezető zenét hallgatsz, aha az a fura, hogyha szomorú vagyok én, akkor nem hallgatok zenét. Hm. Pont azért, mert hogyha szomorú zenét hallgatnék, ami mondjuk illik a, illik, hát illik a hangulatomhoz, akkor még szomorúbb lennék. Ja. De a vidám zene meg, ha szomorú vagy, akkor az nem esik jól. Az ja. a, a, jaj, ne kapcsold már ki. Ja. Most nem kell ez. Ja. Szóval ez is egy nagy kérdés, nyilván mint egy sok minden más még ezzel kapcsolatban, abban a pillanatban, ahogy van bővebb információ, ezt én azonnal tesztelni fogom, ezt garantálom. Én meg, én meg csekkolni fogom a Spotify-t, mert hogy annak idején, és erről szerintem már beszéltünk is a podcastben, volt ilyen lehetőség, hogy hogy tesztelés alatt álló funkciókat te simán kipróbálhattál. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy tesztelési fázisban lévő fejlesztések azok elérhetővé váltak így a, a felhasználóknak, egy ideje nem láttam, hogy, hogy ilyesmi lett volna, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mikor fog majd előjönni. Mi mindenképpen figyelemmel kísérjük, és reméljük, hogy ti is minket. És akkor érkezzen az, a, amit már itt az adás elején meséltem nektek. Ugye azt mondtuk, hogy a fax rovatunk, a telefax rovatunk. Az Picit. bábszínházként fog ezután <laughs> funkcionálni. Igen, és uh, Geri uh, fogja prezentálni itt az asztal mögül a bábokkal a mindenféle csodát. Nem, nyilván nem. Uh, lesz Fox viszont egy kicsit változik, és uh, úgy gondoltuk, hogy uh, szeretnénk ezt egy ilyen külön műsorelemként kicsit bővíteni, és egy kicsit máshogy csinálni, és stb. 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 Úgyhogy... Csavarni rajta egy... Hát, így igaz, így igaz, úgyhogy ezen a héten is már találkozhatok velünk külön faxként élőben. E, Még az őrültek vagyunk Facebook csoportban. Úgyhogy, ha szeretnétek figyelme követni ezt a különleges élőadást, ahol titeket is nagyon várunk, hogy szóljatok hozzá a témákhoz, meg akár ti is hozzatok témákat, meg különlegességeket, akkor keresetek minket. Őrültek vagyunk. Fekját olyan ez a csoportnak a neve, itt álltok meg minket. Van három <kül> brutál matematikai kérdés, amit meg kell fejteltek ahhoz, hogy belépjetek a csoportba egyébként, tehát van három kérdés. Nem. Négy együtt függvénytáblázat fog kelleni hozzá. <laughs> de a lényeg az, hogy várunk titeket a csoportban nagyon. És akkor a héten, én most nem mondanék még konkrétabb információt, mert... Vannak még változók, amik nincsenek teljesen letisztázva. De... Hát leginkább Frigyes, mert igen. vele akkor fogunk tudni beszélni, mikor ezzel az adással már kész vagyunk. Igen. Úgyhogy Frigyesre is egyeztetünk, és, mert reméljük ő is velünk tart ebben az élőben, és akkor a csoportban és a Facebook oldalunkon is megtaláltok, majd, meg szerintem Instán, meg mindenhol, mindenhol bejelentjük, mindenhol. hogy mostantól mikor, hol, hogyan, de az biztos, hogy élőben találkozhatok velünk a tele a faxunk, rovadban. Külön. Jep. Oké, okay. van még bármilyen fontos információ? Szerintem el? nincs. Oké, okay. jövő héten jön Frigyes, ezt megígérte nekünk, reméljük ezáltal nektek is. Üdvözletét küldi még egyszer mindenkinek. Ti meg reméljük, hogy jövő héten is velünk tartotok, meg a héten keresetek minket a csoportban. Legyetek jók is, maradjatok velünk, őrültek. Szevasztok. Szevasztok! Tarts velünk legközelebb is. Ez volt az Őrültek, Magyarország legforróbb tegbulvár műsora. Keress és kövess minket Facebookon, Instán és YouTube-on is. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems. A jövő technológiái!